A Bodajki Hangszíntér Művészeti Iskola diákjainak képeiből nyílt kiállítás hétfőn délután. A tárlat megnyitójával pedig elkezdődött a JAK napok, amely színes programot kínál a diákoknak. A kollégisták között akadt olyan, aki minden programon részt vesz, mert fontos számára, hogy tanórákon kívül élményekkel gazdagodjon a barátaival. Több éve itt vagyok, ez a harmadik évem, és eddig mindig tagja voltam ezeknek a napoknak. Nagyon szoktam élvezni, főleg a focit. Azon nagyon sokat eddig mindig részt vettem, és hogyha nem is értünk el a helyezést, én élveztem, és jó, hogy a társaimmal lehetek, a barátaimmal, és hogy élvezzük ezt az egészet. Az összes programon részt szoktam venni, azért vagyok itt a galériában is. Egy kicsit művelődöm. Az Ízelítő című tárlat megnyitóján részt vett Horváth Lénárd művésztanár, aki elmondta, a kiállított tanulmányrajzok, nyomatok hűen tükrözik a szakmaiságot, a türelmet. Köszönjük, hogy a rendelkezésükre bocsátották az iskola tanulóinak alkotásait. Az iskola vezetője kiemelte, hogy a rendezvénnyel az intézmény képet fest önmagáról is, bemutatja, hogy milyen az élet a József Attila kollégiumban. Lesz egy nap, ami csak a sporté, tehát futball bajnokságunk lesz, kosáradobó verseny, csocsó bajnokság is lesz. Lesz egy nap, ami a kultúrái, ebbe illeszkedik bele a kiállítás megnyitó, amelyre mindenkit várunk a városból is, tehát ez szabadon megtekinthető. Borok László hozzátette, számos olyan program is lesz a héten, amely a diákok fejéből pattant ki. Rendeznek egyebek mellett főzőversenyt, e-sportbajnokságot, valamint érdekes előadásokat is hallgathatnak a tanulók.